Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Isten. A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe van. Ezt a szentmisét élő családtagokért, Norbertért, Jenőért és Rózsáért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Ne tégyezzünk előtt! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Ízd meg nekünk az üdvösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen minket az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te méltó hajlékot készítettél fiadnak a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt, fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közben járására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Olvasmány a Teremtés könyvéből. Az első ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az édenkert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá. Hol vagy? Ő így válaszolt. Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem. De Isten így szólt. Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt. Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Az Úristen megkérdezte az asszonyt, mit ettél? Az asszony így felelt, a kígyó vezetett félre, azért ettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz, mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadjai között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az ő ivadéka széttiporja fejedet, te pedig a sarkát martosod. Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Énekeljetek az Úrnak, ó éneket, mert csodás dolgokat művelt. Énekeljetek az Úrnak, ó éneket, mert csodás dolgokat művelt. Zengjetek az Úrnak, ó éneket, csodálatra méltó, amit művelt. Diadalt aratott jobbjával, győzelmet szentséges karjával. Énekeljetek az Úrnak, ó éneket, csodás dolgokat művelt. Az Úr megmutatta szabadító erejét, igazságosságát feltárta a népek előtt. Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét, Izrael iránt. Énekeljetek az Úrnak, ó éneket, mert csodás dolgokat művelt. Meglátta a föld minden határa, szabadulást Istenünk hozott nekünk. Minden földek zengjetek az Úrnak öröméneket, újjongjatok és zsoltárt mondjatok. Énekeljetek az Úrnak, ó éneket, mert csodás dolgokat Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy fogadott fiakká legyünk. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk,
és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Alleluja! 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 Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van néled! Áldottabb vagy te minden asszonynál! Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt. Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki. A Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Mindig Isten az, aki kezdeményez, aki kiválaszt. A szűzanya nem önjelölt volt, nem ő választotta ki magát, hanem Isten választotta ki őt. Van mozgástere a szűzanyának, amikor választania kell és válaszolnia kell. Az angyal nem szugerálja, nem kényszeríti rá Isten akaratát. Máriának van ideje gondolkodni, és van ideje dönteni. Megmarad a szabadsága, és kimondja az igent. És ez az igen, ez egy életre szóló igen volt az ő életében.
a mi életünkben is Isten a kezdeményező. Nem magunkat teremtettük meg, hanem ajándékba kaptuk tőle a létünket. Nem magunkat tettük keresztényekké, még akkor sem, ha felnőtt korban döntöttünk úgy, hogy megkeresztelkedünk. Isten már előre kiválasztott bennünket erre, és úgy irányította az életünket, hogy megértsük az ő döntését, az ő választását, és megmaradt a szabadságunk mindvégig, hogy igent mondjunk arra a döntésre, választásra, kiválasztásra, amit a mennyei Atya a mi életünkben végzett. Mert kiválasztott bennünket a világ fiai közül, a világosság fiaivá, hogy tanúságot tegyünk az örömhírről. És tőlünk is várja a hűséget, a kimondott igenhez való hűséget. És akkor ugyanazt fogjuk megtapasztalni, amit a szűzanya, Istennél semmi sem lehetetlen. Akik kimondják az igent, és hűségesek maradnak a kimondott igenhez, ugyanez lesz a tapasztalatuk, mint a szűzanyának. Istennél semmi sem lehetetlen, vagy mondhatom úgy is, Istennel minden lehetséges. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatatlannak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istenből, világosságra világosságból, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalál szenvedettésre temették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján. De újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Úrunkban és Öltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária ünnepén együtt könyörögjünk a mindenható Istenhez. Istenünk, aki Szűz Máriát kivetted az áteredő bűntörvénye alól, őrizd egyházadban az igaz tanítást és a bűntelen életet.
Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, legkedvesebb leányod közbenjárására hozzon békességet a világnak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, taníts meg, hogy mindenél többre becsüljük kegyelmedet és a tiszta életet. Kérünk téged, hallgass meg minket. A szeplőtelen szűzanya alázatos, egyszerű élete legyen az anyák és a leányok példaképe. Kérünk téged, hallgass meg minket. A szeplőtelenül fogadott szűzmária legyen betegeink gyógyítója. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, kegyelmedből a boldogsága szűzben újra megjelent a földön a bűntelen ember. Add, hogy példája nyomán és közbenjárására elkerüljük a bűnt mi is, akiket a keresztségben új emberré alkottál. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk is az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadj jóságosan és fordítsd üdvösségünkre az áldozati adományt, amelyet a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén bemutatunk. Hittel valljuk, hogy kegyelmed eleve megóvta őt minden bűntől, és kérünk agy közbenjárására vétkeinktől szabadulást nekünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te megőrizted a boldogságos Szűz Máriát az áteredő bűn minden szennyétől, és kegyelmed teljességével méltóvá tetted arra, hogy ő legyen fiadnak édesanyja. Így megjelent benne az eljövendő egyház, Krisztus szépséges jegyese, melyen sem ránc, sem szeplő nincsen. E tiszta szűz hivatása volt, hogy világra hozza a fiút, az ártatlan bárányt, aki elveszi a világ bűneit. Te Máriát adtad népednek, hogy mindenkinél hathatósabban pártfogoljon minket, és ő legyen az életszentség példaképe. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Menjed is a földet, Hozsanna magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna magasságban. Valóban szent vagy Istenünk,
minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, vele méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal a dicsőséges vértanokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Ezért bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne bétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, gyógyítsa bennünk a magunkhoz vett szentség ereje, az áteredő bűn sebeit, miután ettől a bűntől Szűz Máriát a szeplőtelen fogantatás kiváltsága által már eleve megóvtad, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.